Na ide figyelj! Egy. Nekem semmiféle alkotói válságom nincsen. Az elmúlt két évben, ezt úgy értsed, hogy mondom, minden áldott nap legalább egy verset nem írtam meg. Ha esett, ha fúj. De volt olyan például, amikor három verset nem írtam egy délelőtt leforgása alatt. Na persze az ilyen, én úgy nevezem, rohamok ritkák. Másrészt a kérdés is nagy. Egy igazi hallgatás az nem olyan, ami mögött valami van. Az én hallgatásom mögött, hát kérlek, ott hallgatás van. Közalapítványunknak és a Kertész Imre Intézetnek ez az ezévi utolsó rendezvénye, és erre a rendezvényre azt kell, hogy mondjam, hogy nem egy, nem kettő, nem három, nem négy, legalább 6 éve várunk. Ez számunkra egy egészen különleges pillanat, hiszen egy olyan könyvet szeretnénk önöknek bemutatni, amely úgy érzem, hogy valami egészen különleges a magyar szellem világában. Petri köztudottan korosztályának, főként a 80-as, 90-es éveknek volt a kultikus alakja, és költészete az őt követő nemzedékek számára mindmáig mértékadónak számít. Ahogy egyik kritikusa fogalmazott, Petri György egyszerre volt képes a személyes gyávaságainkat kompenzáló népi hős, és az ízlésformáló, megkerülhetetlen hatású korszakos költő szerepét betölteni. Szabadon és kérlelhetetlenül, mint aki pontosan tudja bár a korlátokat, ám azokról, mint demokrata és mint költő, alanyi jogon, személyes döntés alapján nem vesz tudomást. A mai ünnepi alkalomra megjelentetett kötetünk minden szempontból kuriózum. Különleges fotók segítségével a költő fia, Petri Lukács Ádám idézi meg édesapi alakját, s vele együtt a hiányát. Petri Ádám felnőttként gyerekszemmel igyekszik felidézni a múltat, amit sérelemként panaszolhatna fel, arról is mindig megértően és szeretettel tud szólni, amely nagyfokú érettségről és bizonyos értelemben bölcsességről tanúskodik. Éppen miatt maga a könyv is nagyon szerethető, roppant olvasmányos, és a maga nemében hiánypótló. Szeretem az őszi hideg szobákat, ülni kora reggel, összehúzott köntösben, a kitárta